estét kívánok! Aktuális című műsorunkat látják. Ma esti vendégünk pedig a Matek Kaposvári Kampuszának főigazgató helyettese, Gombos Péter. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Péter nemrégiben egy elismerésben részesült. Ez mekkora, mennyire jó leső érzés, amikor az ember munkásságát díjazzák? Hát nyilván jó. Tehát azt gondolom, hogy nincs olyan díjazott, aki ilyenkor ne örülne. Ráadásul ez egy olyan díj, amit korlátozott számban adnak ki, tehát biztos, hogy valamiféle bíráti rendszeren átfutott, és az meg szintén nagyon jól esett, hogy nyilván valahonnan innen ment a felterjesztés, tehát a munkatársak közül voltak olyanok, akik úgy érezték, hogy megérdemlem ezt a díjat, hogy szerintem ez mindig egy nagyon-nagyon jó visszajelzés, és egy kicsit ilyen inspiráló hatása is van ennek természetesen. Utazzunk vissza egy kicsit az időben, a pályája elejére. Hogyan jött ez, hogy tanárként vagy egyetemen dolgozóként kezdte el a pályáját, vagy aztán folytatta? Hát bizonyos szempontból kanyargós út, más szempontból meg nagyon egyszerű, mert hogy hallgatóként kerültem ide Kaposvárra több mint 30 éve, tanító szakon szereztem az első diplomámat, és aztán itt ragadtam, egyrészt újabb diplomákat is szereztem, másrészt, ahogy befejeztem az első képzésemet, az akkori magyar tanszék vezetője Fülöp László marasztalt, azt mondta, hogy szükség lenne valakire, aki segíti a tanszék munkát, és akkor demonstrátor voltam, aztán gyakorlatvezető, közben megcsináltam Szombathelyen a magyar tanárszakot, aztán Miskolcon az egyetemet, még különböző végzettséget szereztem, és óriási adomány volt számomra, hogy egyrészt már hallgatónként is Komáromi Gabriella kurzusait hallgathattam gyermekirodalomból, és amikor befejeztem a képzést, akkor Gabi mondta, hogy a gyerekirodalom órák egy részét szívesen rám bízná, és én közben bejártam még Borbély Sándor óráira, és hát szerintem az, akinek gyerekirodalomból két ilyen mestere van, mint Komáromi Gabriella és Borbély Sándor, az annyira könnyen indul, és ráadásul Gabitól nem csak órákon tanultam, meg a tudásanyagot szedhettem fel, hanem nagyon sok helyen ő ajánlott, amikor ő már nyugdíj felé közeledett, akkor kevesebbet vállalt, és azt mondta, hogy de van itt egy fiatal ember, akkor őt ajánlja, akkor őt hívják meg, ő tartson előadást. Úgyhogy tulajdonképpen ilyen szempontból egyenes egyszerű utam volt, és hát a gyerekirodalom ráadásul akkoriban, miközben egyre nagyobb figyelem irányult rá, de nem voltak nagyon sokan mondjuk, akik a doktori fokozatot gyerekirodalomból szerezték meg. Tehát egy picit ilyen hiány terület is volt. És aztán innen megint azt mondom, hogy nem nagy ugrás volt, hogy az olvasáskutatás felé fordultam, mert bár a mai napig elsősorban gyermekirodalomot tanítok itt is az egyetemen, de azért a kutatói munkám nagyobb része az olvasás kutatáshoz sorolható. De akkor ön itt az egyetemen belül is aktív egyetemistaként működött? Ami miatt felfigyeltek önre? Igen. Hát én egy ilyen nyüzsgő ember voltam, színdarabot írtunk, készítettünk, barátaimmal zenéltünk, a kollégium bizottságnak voltam tagja, úgyhogy a koliban is aktív voltam. Ráadásul akkoriban, akkor a tanítószak volt még a legnagyobb szak, voltunk nagyjából 180-an egy év folyamon, és mondjuk 10 voltunk fiúk. Tehát, hogy nyilván a fiúkra könnyebben felfigyeltek, mert nagyon, nagyon kevesen voltunk. Ez az arány ma sem változott egyébként. Nyilván a hallgató létszám most már más, de hogy fiúként azt hiszem könnyebb dolgunk volt kitűnni. Mi lehetett az oka annak, vagy mi az oka annak, hogy a fiúk kisebb arányban vesznek részt ezen a területen? Hát a pedagógus képzés, különösen alsó tagozat, óvoda pedagógus szakmában nyilván nagyon kevesen vannak. Szerintem ez viszonylag természetes. Ugye minél kisebb a gyerek, annál több a gyermek gondozási rész, minél nagyobb, annál több az oktatás-nevelés. És ilyen szempontból természetes, hogy ahol már az oktatás-nevelés van, fókuszban ott már több fiú megjelenik. De ahol még nagyon komoly, az átlagnál szerintem komolyabb, nagyobb empátiára van szükség, ott a lányok vannak többségben, ebben jobbak, és ezt szerintem nem ciki kimondani. Mindig szoktuk mondani, hogy minden tantestületben szükség van férfiakra,
De az is normális, hogy egy óvodában a nők vannak többen, hogy egy alsó tagozatos tanáriban a hölgyek vannak többségben, ugyanakkor könnyebb, ha van egy-egy férfi ember is ott természetesen. Hogy látja, ez alatt az 30 év alatt mennyit változott az egyetemista lét? Sokat, nagyon sokat. Nekünk egy diáknap az elsősorban abból állt, hogy egymással és az oktatóinkkal jól éreztük egymást. Rengeteg ilyen vicces, játékos feladat vetékedő volt. Nagyon sok időt töltöttünk együtt hétvégeken is. Tehát szerintem szinte mindannyian többet maradtunk itt hétvégén, mint utaztunk haza. És nagyon érdekes volt az, hogy volt egy olyan nagy haveri baráti kör, 20-30 ember, amelyből bármelyik 5-6-8 együtt maradt, ő el tudta tölteni értelmesen az időt. Most azt látom, hogy kevesebben is maradnak itt, és mondjuk egy buli, egy diáknap az abból áll, hogy hívjunk valaki híres énekes zenészt, és annak a bulián érezzük jól magunkat. Valahogy azok a kisebb közösségek talán kevésbé működnek, de nem alkotnék előítéletet, hogy ez most jó vagy nem jó, vagy jobb vagy rosszabb, de ez biztos, hogy ilyen szempontból nagyon sokat változott a helyzet. A gyermekirodalom iránti érdeklődés az mennyit változott 30 év alatt? Hát bennem semmit, tehát én nagyon, nagyon szeretem. Nyilván az érdekes, nekem három lányom van, hogy amikor ők picik voltak, akkor az ő életkorukkal haladtunk. Most, hogy már mindegyik vagy végzett, vagy éppen közel van az egyetemi végzéshez, már nem az a fajta gyerekirodalom érdekes számomra. Amúgy is én nagyon, nagyon szeretem mindig is a kamaszirodalmat, és az elmúlt években elsősorban e felé fordultam. A laikusok, vagy egyébként a szakmai közeg is biztos, hogy jobban figyel a gyerekirodalomra. Azért Komáromi Gabriella nem csak azért volt különleges, mert hogy sokat foglalkozott gyermekirodalommal, de tulajdonképpen elsőként foglalkozott olyan tudományos alapossággal gyermekirodalommal Magyarországon, amire már nagyon nagy szükség volt. Tehát, hogy tulajdonképpen én azt gondolom, hogy Gabival indult el Magyarországon a gyermekirodalom tudományos megközelítése, alapfogalmak tisztázása, meghatározása, rendszerezés, szakirodalmak. Tehát ami mondjuk 40 évvel ezelőtt Magyarországon gyerekirodalomból szakirodalomként megjelent, az valószínűleg töredéke annak, mint ami ma megjelent. Tehát ez egy nagyon pozitív változás. Vagy hogyha mondjuk a mese műfaját nézzük, én azt gondolom, hogy a közbeszédben és a szakmai beszédben is hát legalább 10-szer annyi alkalommal, mennyiségben beszélünk a meséről, a mesélésről, és ez nagyon pozitív dolog. A klasszikus gyermekirodalom az, ami hát rossz szóval élve trendi, vagy azért, hát ugye mindannyian, akik szülők vagyunk, találkozunk a gyermekünk fejlődése során feltörekvő ifjúkkal, akik tényleg zseniálisak. Sajnos itt nagyon ketté válik a világban az iskola, ahova nagyon nehezen kerülnek be a kortársak. Tehát az iskolai tananyagban viszonylag kevés kortárs szerzővel találkozunk. Illetve nagyon érdekes, hogy ahol ott van a tananyagban, ott a pedagógusok simán átlépik. Tehát mintha nem bíznának abban, hogy ez is lehet minőség. Ugyanakkor a szülők részéről is azt tapasztalom, hogy ők nyitottak. Ez sem volt mindig így egyébként, tehát hogy az látszik, hogy a kisgyerekes szülőkben ilyen szempontból sokkal nagyobb a nyitottság. Mondjuk egy felső tagozatos gyerek szülője elfogadja azt, hogy olyan könyvet olvastatnak a gyerekével, amit már ő se szeretett, és a gyereke se szeret, és nem is fog szeretni, esetleg nem is neki való. De hogy valamiért ezt elfogadják. A kicsik esetében azt látom, hogy nagy népszerűség mellett sikeresek tudnak lenni a kortárs szerzők jó könyvei, de tényleg azt kell mondanom, hogy valószínűleg, és nem néztem éppen statisztikát, de hogy a Magyarországon a 10 legtöbbet olvasott szerző, vagy legtöbbet eladott könyv gazdáján szerintem lehet, hogy többségben vannak, de hogy a 10-ben van 3-4 gyerekíró, ebben biztos vagyok. Vajon mennyire szeretnek a mai gyerekek olvasni? Vegyük ketté, mit? Ugye szoktuk mondani, hogy sokat olvasnak, de hogy könyvet, regényt, meseregényt,
biztos, hogy kevesebbet. Ugye itt azért azt látjuk, és erre Magyarországon is van már felmérésünk, hogy a digitális kultúra, az okostelefon az olyan konkurencia, amelyik elviszi a könyvolvasás elől a gyereket, és legyünk önkritikusak, nem is vagyunk jók az olvasóval nevelésben. Tehát az olvasóval nevelés fő közege a család, ott sem működik ez feltétlenül jól. Talán még az óvoda az a hely, ahol azt hiszem egészen jól működik, mert ott rengeteg a mesélés, és ez nagyon sokat segít. Aztán az iskolában megint különösen felső tagozaton sokszor szó szerint elveszik a gyerek kedvét az olvasástól olyan szövegekkel, amelyek nekik nem érdekesek. Úgyhogy nem lehetünk nagyon optimisták. Nagyon érdekes, ha a konkrét felméréseket nézzük, mondjuk 2005-höz képest 2019-ben lényegesen csökkent a nem olvasók aránya, nagyjából 60%-ról 50%-ra, viszont a sokat olvasók aránya még ennél is drámaibban csökkent. Tehát, hogy az olló egy kicsit összement, de azt látjuk, hogy a könyvolvasás az hát ingadozik. Tehát mondom, nagyon pozitív, hogy az egyáltalán nem olvasók aránya csökkent, de nem látszik még, hogy mi felé indulunk. Ugye 1964 és 2005 között gyakorlatilag megfordult az olvasók, nem olvasók aránya, egyharmad, kétharmad volt, ez megfordult, kétharmad lett a nem olvasók. Most ehhez képest az 55, Magyarországon az olvasók képesek 50%-a rendszeresen olvas, 50% nem olvas rendszeresen. Ez még nemzetközi szinten sem tekinthető nagyon rossznak, de szerintem majd mostanában fog eldőlni, hogy mi felé indulunk el. És hát az, hogy a sokat olvasók kevesen lettek, azt látjuk, hogy tulajdonképpen a könyvmolyság az egy kuriózum. A könyvmolyok azok valami nagyon különleges lények lesznek, mert nagyon kevés van belőlük. Lehet vagy kell ezen változtatni? Szerintem igen. Fűszó Balázs, kedves barátom, kollégám szokta mondani, hogy lehet irodalom nélkül élni, de minek? Én azt gondolom, hogy aki csak egyszer életében már beszippantódott egy könyvvilágába, csak egyszer előfordult vele az, hogy álmatlanul forgolódott egy könyv után, vagy éppen feldobva, az pontosan tudja, hogy az irodalom az valami egészen fantasztikus dolog tud lenni. Gyakorlatilag nem tudok olyan filmet, ami vissza tudná adni egy könyvnek azt a varázsát, amit olvasva megtapasztalunk. Szerintem ezt mindenkinek fontos lenne megélni. És akkor most nagyon tudatosan nem azt mondtam először, hogy milyen praktikus, pragmatikus hatásai vannak az olvasásnak, hogy az irodalom tulajdonképpen terápia, hogy Claude Roy mondta, hogy az irodalom haszontalan dolog, csak élni tanít. Tavaly mondta egy hallgatóm azt, hogy ha azt a könyvet, amit én ajánlottam neki 15 évvel korábban kapja a kezébe, akkor teljesen máshol tartana az élete. És ilyet sokan átélünk, és jó lenne, hogyha ez mindenkinek megadatna. Fontos, hogy magát a könyvet materiális formájában olvassák az emberek, vagy ebből engedhetünk a digitális változatok felé? Szerintem nem fontos, más. Tehát nagyon izgalmasak a különbségek, más az olvasás sebessége papíralapon, nyilván sokkal nehezebb visszalapozni, de mondjuk az e-könyvet könnyebb beszerezni. Tehát ott pillanatokon belül, főleg most már azért gyakran tapasztaljuk azt, hogy középiskolás korú gyerekek rákattanak egy sorozatra, és nem tudják kivárni, hogy megjön a következő, és akkor megrendeli, megszerzi angol nyelven, pillanatokon belül. Tehát, hogy ez egy papíralapú könnyen nehezebben megy. Ugyanakkor én magamon figyeltem meg, hogy többet olvasok papíralapon, de volt idő, mikor kifejezetten sokat olvastam elolvasón, vagy ha utazom, akkor nyilván elolvasót viszek, mert könnyebb. És hogy kifejezetten nagy élmény könyveknél gondolkodtam, hogy mi is a címe. Mert hogy egy papíralapú könyvnél, amikor kezembe veszem a könyvet, mindig ott a szerző cím, ott a borító. Egy e-könyvnél meg nem. És hogy valószínűleg van olyan könyv, aminek nem tudnám elmondani a címét, miközben nagyon szerettem, de hát akkor láttam, mikor az első oldalon tartottam. Ez is inkább csak érdekesség. Szerintem el lehet ezt engedni. Én például nem tudok telefonon olvasni könyvet, nem tudok monitoron könyvet olvasni, de az elolvasó egyáltalán nem zavar. Sőt, egyébként
ugye az elolvasva nem is egészségtelen, az egy olyan technológia, az eltintás technológia, ami a szemet sem bántja, finom háttérvilágítással, tehát teljesen más technika, mint egy átlag monitor, számítógépes monitor. Úgyhogy nincs ezzel baj, ki ahogy hozzájut a könyvhöz. Nyilván piciknél, amikor illusztráció színes, akkor azért jobb lehet. Annyi, hogy akár valaki elolvasót válasz idősebb embernek, rosszul látó embernek, akkor azért ott komoly a választék, de hogy azt érdemes megnézni, hogy tényleg abból nagyon jót érdemes, ami nem bántja a szemet, ahol tudom a betűméretet mondjuk állítani egy gyengében látó embernek. Magyarországon például nincs annak kultúrája, hogy idősebbeknek nagybetűs könyvet adjanak. Ez nagyon érdekes, egy kollégám foglalkozott ezzel részletesebben külföldön, ez egy komoly piac, hiszen idős emberek rosszabbul látnak. Miért ne lehetne nagyobb? Mint ahogy egész pici gyerekeknek nagyobb betűs könyvek Magyarországon is vannak, időseknél nincsenek. Őnekik például jó választás lehet az elolvasó. Én ezt néhány éve mértük, éppen Kaposváron volt a felmérés egyik része, hogy a nyugdíjasok közül meglepően sokan rendelkeznek valamilyen digitális eszközzel, mondjuk elolvasóval, és nincs bajuk azzal, hogy azon olvassanak. A családban is fontos volt az irodalom szeretete? Igen. Vagy az most is? Igen. Hát egyrészt mindkét szülőm pedagógus volt, édesapám magyar tanár. Nagyon-nagyon szerette az irodalmat, de édesanyám is. Én szerintem hát legalább 12-13 éves koromig az olvasott könyveim 90%-át az ő ajánlásukra olvastam el. És most pedig feleségem könyvtáros, könyvekkel foglalkozik. Egy bölcsész gyerekem van, de a másik kettőnek is nagyon fontos az olvasás, és az is nagyon szépen alakult, hogy az ízlés világa, a konkrét érdeklődésen szépen, tehát nem ugyanazokat olvassuk, miközben tudunk egymásnak is ajánlani. Az egy legjobb dolog, amikor valakitől kapok a családban egy jó ajánlás valamelyik lányomtól, vagy éppen a feleségem talál egy jó könyvet, vagy vissza, hogy akkor ezt, na, te mit szólnál ehhez. Ott van a családban, és remélem marad is. Lehet, hogy kicsit kényes lesz a kérdés, de hogy hogyan látja, meg kéne erre formálni, mondjuk a középiskolákban, vagy akár már az általános iskolákban is, például a kötelező olvasmányokat, az ajánlásokat, hogy a fiatalok mit olvassanak el, vagy hogy hogyan tudnánk őket egyáltalán arra ösztökélni, hogy olvassanak minél többet. 2013-ban érvényben lévő NAT és kerettanterv alsó tagozaton például nekem nagyon szimpatikus volt. Olyan jó az alsó tagozatos kerettantervben, nagyon jó lista volt, amiből választhatott a pedagógus. És kifejezetten jó szemmel válogatták azt a listát. Tehát olyanok írták, akik azt gondolom, hogy az életkori sajátosságokat ismerték. Ma azt látom, akár alsó tagozaton, hogy rosszabb a helyzet, felső tagozaton pedig valójában soha nem volt jó a helyzet, mert hogy olyan könyveket olvastatunk gyerekekkel, amik nem is nekik valók. Vígan és hosszasan el tudnám magyarázni és indokolni, hogy miért nem való egy 14 évesnek a Légy jó, mint találik. De hát erre komoly szakirodalmi források vannak, nem mellesnek felmérések. 2009-ben kérdeztünk meg magyar tanárokat, 13% volt elégedett a kötelező olvasmányok olvastatásával. Szerintem lehet, hogy most még rosszabb a helyzet. Én azt tapasztalom, hogy sok tanár el is engedi, hogy hát úgyse olvassák el, és akkor mindegy. De nem szabad. Nekem nagyon-nagyon jó élményeim vannak. Én olvasótábort csinálunk nyaranta, Erdélyben gyerekeknek, a Csányi Alapítványnál nagyon régóta dolgozom fejlesztő tanárként, ott is az óráknak természetes része, a óra közepén megállunk, mindent ledobunk, és én is, meg a gyerekek is könyvet olvasnak. És azt látom, hogy az a könyv, ami szimpatikus nekik, ami az ő világuk, ami az ő problémájuk, azzal nagyon tudnak haladni, nagyon tudnak menni. Tehát nagyon nem mindegy, hogy mit adunk. Középiskolában igen, néha meg kell küzdeni egy könyvvel. Nekem is van olyan könyvélményem, ami miközben olvastam, nem azt éreztem, hogy de jó íze van a szövegnek, hogy hú, de jó szöveg, és amikor befejeztem, azt mondtam, hogy úristen, mekkora könyv ez, hogy ez fantasztikus. Miközben közben nem volt az az ízlelgetés, hogy de jó a szöveg, meg van másik fajta is. Amikor meg azt érzem, hogy minden mondatot ki kéne ragadni, és mindent felolvasnám ott a közelemben lévőknek, hogy hallgass már, milyen jó.
Középiskolában szerintem már meg kell tudni tanulni, küzdeni is egy szöveggel, hogy értékeljük, ott már nehezebb szöveget is. De az, hogy viszonylag korán elvesszük a gyerekek kedvét az olvasástól, hogy a kamaszok nagyon nagy részét elveszítjük, ez annak is köszönhető, hogy olyan szövegekkel kínáljuk meg őket, amelyek nem az ő problémáik, nem az ő nyelvezetük, nem értik azt, ami valójában ott meg kellene, hogy szólítsa őket. Tehát nem, hogy nem szippantja be őket, de így szinte el is tartja. Szerintem nagyon fontos lenne ezt megváltoztatni. Meg fog változni? Nem tudom. Hát ez az érdekes, hogy amikor mi tanítószakon végeztünk, akkor a 78-as tanterv volt, azóta készült mondjuk 5. Nyilván mindegyik mögött sok munkaóra van, meg sok ember munkája. Én rossz indulatú vagyok lehet, de mióta pályán vagyok, nem láttam még olyan felsős irodalom tantervet, amelyik szerintem valóban annak a korosztálynak igazán jó lett volna. Szóval miközben a szívem azt mondja, hogy muszáj megváltozni, és egyszer csak találunk valami jó dolgot, nem vagyok benne biztos. De gyorsan hozzá kell tennem azt is, hogy egyébként nem a tantervtől lesz a diák jó olvasó, itt a döntő pedagógus személyisége. Nem utolsósorban a szülő személyisége. Tehát, hogy ha a szülők otthon a telefon nyomkodják, akkor a gyereknek vajon mi lesz a hobbija? Hát nyilván telefonnyomkodás neki is. Az a család, ahol az olvasásnak nagyon komoly presztízse van, ahol, hát ez nagyon érdekes, és valójában meg nem meglepő, hogy azokban a családokban, ahol nagyon sok könyv van otthon, ott sokat olvasnak. Sőt, az egyik PIRLS háttérmérésben olvastam azt, hogy azok az osztálytermek, ahol könyvek vannak kitéve egy mini könyvtárban, legyen az csak 50 könyv, azokban az osztálytermekben sokkal többet olvasnak a gyerekek. Nem nagyon bonyolult dolog ez. Nagyon érdekes lesz majd most megfigyelni, hogy amikor a gyerekek nem vehetik kezükbe a telefon, én már hallom kollégáktól, hogy érdekes módon elkezdtek összeismerkedni a gyerekek egymással. Akár 4 év osztálytárság után most derül ki a másik számára, hogy ki milyen. Hát, ha majd még könyvek is előkerülnek. Van most jelenleg olyan projekt vagy kutatás, amelynek aktív szereplője, résztvevője? Hú, na, több minden van. Nemrégiben fejeztük be egy hallgatómmal azt a kutatást, amiben azt vizsgáltuk, hogy van-e összefüggés szövegértés és betűtípus között, tehát mondjuk a talpas betűvel írt szöveget jobban értjük-e, mint a talpatlant, vagy fordítva. Erre viszonylag komoly nemzetközi kutatások is voltak, mert egy olyan kutatást csináltunk ebben a témában, ami a világ legnagyobb mintájú kutatása volt, és nagyon egyértelmű eredmény is jött ki erre egyébként, hogy nincs összefüggés, tehát nem ezen múlik. És ugyanezzel a hallgatóban, aki most már doktori képzésben vesz részt, nagyon szeretnénk Magyarországon megcsinálni azt az olvashatósági indexet, vagy olvasási képletet, amely egy adott szöveg nehézségét megmutatná olvashatóság szempontjából. Amerikában sok évtizede foglalkoznak ezzel, egy szöveget betesznek egy számítógépes programba, és akkor azt mondja, hogy ez egy 10 éves gyerek számára 10-es skálán 8-as nehézségű szöveg. Magyarországon nincs ilyen, és most elkezdtünk ezzel aktívabban foglalkozni, ez a doktori témája, és nagyon-nagyon izgalmasak az eddigi eredmények, meg nagyon-nagyon érdekes utak nyíltak meg. Azzal, hogy mondjuk a mesterséges intelligencia megjelent, az megint egy teljesen más irányt, lehetséges kutatási irányt is megmutatott. Úgyhogy ez most egy olyan projekt, ami nagyon foglalkoztat. Van még valami olyan célkitűzés oktatóként, kutatóként, amelyet mindenképpen szeretne megvalósítani? Inkább ilyen, most ilyen rövid távú dolgok vannak, például ez az olvashatóság index, ez az én fantáziámat is nagyon bizgatja. Talán, hát szerintem találtam olyan hallgatót, aki bizonyos területen át tudja venni majd a stafétát tőlem, de van olyan terület, ahol még nincs meg. Tehát, hogy az jó lenne most már, 50 év felett az ember azon is gondolkodja, hogy majd kinek tudja átadni a stafétát. Tehát, hogy vannak olyan területek, ahol szerintem ez fontos, meg ahol ezen is dolgozni kell. Nagyon nagy eredmény volt, hogy 3 évvel indítottuk Kaposváron a gyermekkultúra mesterszakot. Az azt jelenti, hogy minden évben van olyan hallgatónk most már, aki mesterszakon végez gyermekkultúra
területen. Szerintem ez nagyon fontos. Aztán szerintem a kihívások is úgy jönnek, hogy most még nem is gondoljuk, hogy majd ezzel kellene foglalkozni. Remélem, nem sokára majd olyan nehézségekbe ütközünk, hogy túl sok hallgatónk lesz, túl sokan jelentkeznek, kevesebb ember kellene pedagógus pályára. Ugye most éppen nagyon nem panaszkodhatunk, mert rengeteg hallgató jelentkezett hozzá, nagyon sokat fel tudtunk venni, de nagyon nagy hiány is volt a szakmában. Egy következő lépés lehet az, hogy finn kollégával beszélgetünk, hogy náluk mitől annyira jó az oktatás, és ő azt mondta, hogy hát megegyezni, hogy 10 jelöltből egyet vesznek fel tanító szakra. Tehát, hogy olyan mértékre túl jelentkezés, hogy nagyon jó eséllyel olyat vesznek fel, aki maximálisan megfelel, vagy közel van ahhoz. És minél több a nagyon jó pedagógus, annál előbbre juthatunk. Jó lenne valami ilyet látni, hogy az oktatásban, a közoktatásban tényleg még több nagyon elkötelezett, nagyon jó pedagógus megjelenik, hogy változatos, színes módszertani eszközökkel dolgoznak a gyerekekkel, és aztán sok-sok olvasó lesz ezekből a gyerekekből. Bízunk benne, hogy így legyen. Önöknek pedig ehhez kitartást kívánok is, illetve a további kutatáshoz is. Kedves nézőink, a Mate Kaposvári kampuszának főigazgató helyettesével, Gombos Péterrel beszélgettünk az elmúlt percekben. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!